Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a te és tekintet. Én Nagy vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. Móri Zsigmond, rokonok. Máriási Félix, 1954. Szabó István, 2006. Egy mondat. Kopjás István, a jó szándékú ember, szép tervekkel, álmokkal, zsarátnok főügyésze lesz, ám a hatalom mellé szegény rokonok is jutnak, besült projektek, és persze nagy emberek, nagy ügyekkel és nagy gesztusokkal. Bennünket a politikai és pénzügyi hatalom közelébe kerülő gyanútlan gyermeki kisembereket a rendszerben a dudva, a muhar, a gaz lehúz, altat, befed nagyon jó, hogy Adit mondtad, szokás Móricot és Adit párhuzamba hozni, és ugyanaz a keserűség jelenik meg ebben a regényben, mint Adi verseiben. Volt szerencsém Kolozsvárot járni, és volt szerencsém elmenni a Állami Magyar Színházba, ahol éppen most adják Bocsárdi László rendezésében a Rokonok című darabot, egy modern földolgozásban, de hát ez a darab, ez örökérvényű, aki teheti siessen Kolozsvárra megnézni. Én nem feltétlenül akartam erről a filmről, vagy filmekről, vagy műről beszélni, mert könnyen belecsúszhatunk a politizálásba. De nem fogunk! Mert hogy ez egy, mindenkori ellenzéki mű. Egyébként Éjjön. ez nem igaz, mert hogy a, az 1954-es film az nyilván nem a rákosi rendszernek a nepotizmusairól és korrupcióiról, meg rokonságairól szólt, hanem az előző rendszerrel akarta magát szembeállítani. Igen, de én érzem a szavaidban az iróniát. Komolyan mondom, tehát már egy Félig biztos, hogy a ja, rákosi eted. rendszerről is akart állításokat tenni. Jó, én ebben nem vagyok. Biztos, de szerintem Rákosi rendszerben kevésbé lehetett így kiszólni. A Kádár rendszerben már adottabb volt Jó, a lehetőség. halott tehát 54-ben csinálja már Félix, tehát van egy ilyen szabadabb, elvtársak szembenézünk a múltunkkal, a saját múltunkkal is, és úgy, mint az iskola határon, ami ugye 58-ban jelenik meg, egyszerre beszél a nácizmusról és a kommunizmusról, most lehet, hogy mm. de inkább a horti rendszerről és Lákosi rendszerről. Így. Aha. Jó, az tény, hogy a kommunizmusra is jellemző volt ez a fajta rokonkodás, és ez fontos, hogy, hogy ami problémák előkerülnek, azok ö, időben és térben, hát mióta az emberiség élezek fölbukkannak? van, mert hogy. Ö... Tehát arról szól, hogy kopjás, egy nagyon rokonszenves, naív fiatal ember hirtelen főügyészé választatik, és akkor három erő hatásnak a közegébe kerül. Egyrészt rokonok tünedeznek föl az életében, erre utal a cím, másrészt a politikai hatalommal találkozik, illetve maga is részese lesz, harmadrészt pedig a pénzügyi hatalom is, és ebben mindenfajta pénzügyi korrupcióval elkezdi őt behálózni. Na, nagyon érdekes, hogy ugye 32-ben jelenik meg a mű, de 29-ben már elkezd írni Móricz, és hogy egyszerre itt vagyunk ebben a félfeudális horti rendszerben, amiben azért már ott van a kapitalizmus is csomó pontján. És akár ha filmet nézzük mindkettőben, a zenében egyszerre nótázgatunk, és egyszerre már ott van a bálban a, ezek a különböző tánzenék. De jól mondod. Megnézhetjük, hogy hogy mulat egy magyar úr. eredeti tervem az volt, hogy a Máriási Félix 54-es filmjéről beszélgetünk. Mert az a jobb. Nem tudom, hogy, Aha. illetve tudom, hogy melyik a jobb, mindjárt is mondom, de hogy a Szabó István 2006-os filmje iszonyatosan le van pontozva az imdb n jó Meg István, a kritikus tudom, tömegen is. És, és akkor Nagy első kritikusítétele tétele Szabó István filmje sokkal jobb. Amit egyébként sejthető a szereplő és készítő gárdából is, de egy Moritzot sokkal teljesebben ábrázoló, több rétegű, nagyon átgondolt, és a egészen oszkárdig röpülő Szabó Istváni kérdésföltevésekbe milyen illeszkedő filmről van szó. Van. Nézzük meg, hogy mitől jobb tényleg egy több kérdést is fölvet, másképp közelítenek, például az elején már az, hogy kicsoda, kicsoda ez a, az ember, aki nyert, sokkal több humort tapasztalunk benne, sokféle humort, aztán a, az a Mórici érzékiség, vagy erotika is itt sokkal jobban látszik, Egyszerűen az, annak vagyunk a tanúi, hogy a, a nemiség a Máriási filmben semennyire sincs ott. Sem de a feleség de. és a férj között, sem a, az új felbukkanó nő iránt mi se érzünk. Hát Max megnéznénk az utcán, de semmi több, nem érezzük a rakonszervet, és a kölcsönösséget meg főleg nem. Ellenben itt azért nagyon megvan. Így, ahogy mondott, tehát megnéztem a egy filmet közel egymáshoz, és az, arra eszméltem néhány nap után, hogy a képemben eh, egyértelműen Csányi Sándor jelenik meg kopjásként, Tóth Ildikó, a, a, a csodálatos, gyönyörű és e, e, meleg hangulatot sugárzó nő jelenik meg feleségként, és Marozsán Erika szintén csodálatos, hideg hangulatokat sugárzó végzett asszonya jelenik meg a feleség párhuzamaként, tehát a, a Máriási filmet leuralta ez a szerepasztás. És akkor innentől kezdve nők. Hogyha esetleg róluk szeretnél beszélgetni, Én szeretnék, igen. hát teljesen más nőkkel találkozunk. Lökném a témát ebbe az irányba, hogy ugye Lina a feleség, egyikben még egyszer Tolnai Klári, másikban Tóth Ildikó az Erkölcsi tengely. És hogy, és egy nagyon nagy kérdés, hogy ő, aki földön próbálja tartani a férjét, figyelmezteti, óvja, stb. hogy ő vonzó, vagy nem vonzó, ez ebben már benne lehet a férnek a a dilemmája, a vergődése, mert hogy azért ez a film, a, meg ez a történet a vergődést mutatja. Ez jó szó. Ez de a szőnyi ez... első tétel. Nem vagyok benne. Lehet, hogy csak olvastam <laughs> valahol, de hogy a, ez, a, ez a személyes vergődés, ez a Máriási filmben, vagy ez, a, ez az intim vergődés, vagy ez a párkapcsolati vergődés, ez kevésbé érezhető, mint a Szabó Istvánban. Ugyanígy a másik nővel is ez a kérdés, tehát hogy a, ez, a, ez a gyönyörű, gyönyörű gyönyörű nő, Marzsán Erika, ez a férfit nagy dolgokra sarkalló múzsa, hmm. vagy pedig a, a, a férfit erején felül és erkölcsön túli dolgokba belehajszoló, hátkísértő démon. Időnként olyan, főleg a Máriási filmben, mint egy ilyen kis Egyszerű odavetett lány, aki a Váci utcában behálózza a gyanútlan, ostoba nyugati pénzes turistákat, megrendeli drágán a pesgőt, és aztán lelép, és nem is tudjuk, hogy ott volt-e egyáltalán, csak a számla maradott. Te minket már megint jobban érdekel a korrupciónál ebben a filmben is nő és férfi kapcsolata a, a Szabónak jó siker lesz kiemelni, és most akkor a következő 45 percet ezt Móricz Zsigmond mély elemzésére szálljuk Gyula barátommal. Minden esetre Móricz Virág, Móricz lánya nyilatkozott még annak idején a regényről, és azt mondta, hogy az édesapjának a tapasztalatai vastagon benne annak, és itt elsősorban Holics Jankára gondolunk, uh -huh. aki a 20 évig élt együtt, és aki öngyilkos lett az ő kapcsolatukban azután, hogy 20 éven keresztül minden nap öngyilkossággal fenyegetőző. Nagyon-nagyon nagy öröm, nem lehetett vele élni. Lehet, hogy móriccal sem. Minden esetre akkor ezt a kettősséget, és nem csak Lina és Léna kettősséget, hanem a nőkön belüli kettősséget is kiábrázolja. Uh -huh. Tehát a feleség az a földön tart a realitás talaján, a pragmatika talaján, vagy pedig dudva muhargaz szerepet játszik a te életedben, és nem enged szárnyalni téged. Ez jó, ezt elfogadjuk. Itt a szakmaiság felé terelném egy picit hmm. most a műsort. Mi De egy szakma. Kopjás, ugye, Hája, mi volt ő korábban? Kultúrtanácsnok, és ő belül lesz a városi főügyész. Mi lenne az ő feladata? Te, mint jogász? igen, nekünk. az elejétől fogva ezen gondolkoztam, hogy egyáltalán jogász-e, illetve hogy a főügyész az ugyanazt csinálta akkor, mint ma csinálja. Ha igen, és akkor utána kéne nézni, mert ugye száz évvel ezelőtt járunk, 90 évvel ezelőtt. Tehát a főügyész az alapvetően ezeket a stikliket kell, hogy földerítse. Mm -hmm. Nem belekeveredni, hanem leleplezni. Őket. És akkor ez nem tudom, hogy mókás, vagy tragikus, vagy tragikomikus. Tehát minden adott, van itt nekünk egy gyönyörű, felelősségteljes, izgalmas, de hát azért nem egy könnyű feladat, külső feladat, és adva van egy ember a gyönyörű belső hivatottságával. És egyébként ez a belső hivatottság, ez kulcsmotívum Móricznál, és a nagy kérdés, hogy mi lesz ebből? Mennyi minden szépet szeretne az ember Gyula. Tehát nyilván szeretné felszámolni a romlottságát a városnak, de annyira nem lát bele ebbe a romlottságba. Tehát nem tudja, hogy mi fajta sepnél, nem tudja, hogy mi fajta a boronkai Ezek hogyan függenek uh -huh. össze. A minimum, amit akar, az az, hogy ő tisztán vészelje ezt át, és akkor máriási bevezet bevezeti a kisemmizettek A tiborcok. Hét. A tibor, jaj, de jól mondod. Köszönöm. És akkor, akkor megemlítem a neorealizmus. De a Máriási pályán is ez egy forduló pont ez a film, mert kilábal a sematikus szociálból, és hát neorealista elemeket is belecsempész a filmjébe. Szóval látunk három-négy szegény embert, és ők a mi lelkiismeretünket birizgálják, remélhetőleg nem csak a miénket, hanem az urakét is, hogy valakik nagyon rosszul jár. Tehát a stiklinek, a korrupciónak ez is a hátoldala, hogy néhányan jól járnak, sokkal többen pedig nagyon rosszul. És akkor elhangzik, hogy a kecske is jól lakja, meg a káposzta is megmaradjon. Hmm. És így eszembe jutott, felidéződött, hogy milyen helyeken laktam én, mert hogy egy olyan kerületben nőttem föl, ahol a kecske nem lakott jól, és a káposzta sem maradt meg. Magyarul tisztességes volt a politikus, de nem fejlődött a körzet. És itt most az amerikaiakat behozzuk, egy következő 40 perc, mert ott úgy mondják ugyanezt a mondást, hogy megenni a tortát, és meg is maradjon a torta. Mm, de szép Na! Mm. ez. Not. so good. De mi ugye... E, egy szegír, nagyon kifejező ez, és ezen lehetne gondolkodni. Aztán átmentem egy olyan kerületbe, ahol a kecske is jól lakott, mm. és a káposzta is megmaradt. Mm. De egyrészt haragudtunk a, Ez poli egy másik a korrupt, korrupt politikusra, de nagyon sokat fejlődött a kerület. Majd tovább költöztem egy olyanba, ahol a kecske jól lakott, de a káposzta nem maradt meg. Zárójel, zugló, szerintem nagyon sokáig ugyanez marad, mint 30 évvel ezelőtt. És végül most egy olyan kerületben élek, ahol... Hát, a kecske nem lakik jól, de a káposzta megmarad. Ez egy monológ is lehetne. <laughs> ez gyönyörű volt, Gyula, ez a négy permutáció gyönyörű volt. Egy kis reálpolitikát csempésztél bele, vagy pártpolitikát, ez nem helyes, ezért megfedlek téged. Én csak szinten akartam mondani. <laughs> Ebben a, korsz, a Máriási 54-ben rendezi ezt meg, egy, egy Moritz trilógiának neveztem el, mert a, a kommunista film vezet ők, úgy döntöttek, hogy a forró mezők című múric regényt uh -huh. is megfémesí 48ban apát ímre, illetve az Úri Murit bámfigyes 49-ben és a trilógiának a harmadik része volna uh -huh. a rokonok. Uh -huh. Még egy nyomozást folytattam, ugye nem bírtam aludni, és nyomoztam, nyomoztam. Mond neked valamit az, hogy Mr. Smith goes to Washington. Persze. A Frank Capra 39-es filmje egyszer beszélnünk kéne róla, és én azt nyomoztam, hogy vajon a móricot kopintották-e, magyarul egyébként becsületből elégtelen a címe, ja, mert hogy ugyanez a történet, hogy szegény ember eljut hatalmi pozícióba, és próbál tiszta maradni. Kicsit másképp végződik az a film. Egyébként szerintem Móric az jobb mű. Hú, de sok királyban mehetnénk. is irodalmi szempontból, ha itt rokonokat nézzük, Irodalmi rokonokat. Tehát, hogy irodalmi rokonokat is nézünk, akkor ugye a műfaj az a karrierregény. Sztendálnál jön elő irodalom órákon, vörös és fekete. De milyen érdekes, hogy még az az érvényesülés Egyébként a bálzáknak a gorió apuja is sokak számára ismerős is. De is a szegény rokonok című regényes eszünkbe jut az emberi színjátékból bálzáktól. Igen, addig itt nem annyira az érvényesülés, hanem a megmaradás, a helytállás, megállni a helyemet. Egy másik műfaj, az a Gentry regény, uh -huh. és akkor pedig Mixát Káván trilógiája, Besztercel és Romaga, Valérok a Mosztifi esetet, a Tóth Marival, vagy Jókai Mortól a kedves atya fia. Van egy probléma, hogy míg Mixát Na. kedvesen ír ezekről, anekdotázik a Gentrykről, és nagyon megszeretjük őket, addig itt teljesen más a helyzet, amit mondtam, egy keserűséggel találkozunk, és azt érezzük, hogy nincsen remény. Ne? És akkor már vörös Martinál járunk. Ó, bocsánat. <laughs> Látszik, hogy neked te magyar szakot végeztük. Nekem van egy hatalmas kérdél itt a lapomon, te is látod, írtudatosan, hogy te is lóg <laughs> róla. Na, és azt kérdezem, mert kiejtettem ezt a szót, hogy rokonszenves, szerinted mi megsiratjuk a vesztét ennek a kopjásnak, akár a színdarabban, akár 54-ben, akár 2006-ban? Szerintem az 54-es filmben ott annyira idegenkedünk a figurától, és az első <laughs> <laughs> pillanattól kezdve Ungvári László egyébként a főszereplő. Jó figura, csak ott nem leszünk a bűvkörébe és és kívül maradunk az ő történetén. A Csányi sokkal inkább. Őben nem van egy kedvesség, kedves mosoly, ezt ugye a filmben is előhozzá. Eleve is van kedvesség a Csányiban. A, az és ezt megőrizték, meghagyták a filmben. Igen, de valahogy úgy ábrázolják Szabóék, hogy egy ilyen üres ember, aki nem hoz magával semmit. De akkor ha nem jól már... De már a, a, a Mephistót, mert ugye a legvégén hangzik a híres mondat, mit akarnak tőlem? Én csak egy színész vagyok. És a, az egyik kritikával olvastam, nagyon szellemes, tehát, hogy itt is a kopjás, mintha megkérdezne végén, hogy mit akarnak tőlem, de nincs mit hozzátennie, mert ő csak nem is színész, ő egy senki, egy üres <laughs> Aha. ember. Aha. És akkor ez a, adja a tragédiáját, a miféket emlegettük, ez egy tragédia, egy, egy végzetszerű elbukás Aha. történet. Aha. a mű szereplői, hát onnan kezdném, az Alföldi kisváros. És Móricnál ez egy visszatérő motivum, hogy adva van az Alföldi kisváros társadalmában, ez a társadalom ez nem egységes, két nagy réteg, a polgár és a polgár, igen, de a gentryből lett polgár, meg a parasztból lett polgár. Igen, és, és az a... a függőmség, hogy a gentry az ragaszkodik ha a régi életformájához, noha nem engedheti hihetetlenül meg jól megy, emberünk kopjás valószínűleg egy hát lehet, hogy van gentri származás, de őt inkább paraszból lett polgárnak véjük, és neki mindent meg kell, neki nem otthonos egy csomó minden. Olyan, mint a feltörekvő lenne, meg kell tanulni ezeket a viselkedésmódokat. De nem fogja megtanulni. Nem fogja. Bár a Csányi talán jobban megfogja, mint a Máriási főhőse. Jó, de ehhez kapcsolódik viszont az, hogy Szabó István azt mondta, hogy ezek az őszínészei 2006-ban, azok már nem hozzák zsigerből a gentry tempót. Aha. A Máriásék még hozták. Érdekes egyébként, hogy Máriási volt az osztályfőnöke Szabó Istvánnak, Aha. tehát mester-tanítvány viszony is van köztük, akkor ez egy főhajtás ő felé. É, én meg azt gondolom, hogy mint a, hogy mondják, gejzír, nem? Tehát, hogy így földcírre, tör, Eperjes Károlyjal, meg nem is tudom, Pindrok Csabával, Zárójel Sodró Lízának ez a bemutatkozó alakítása. Hm. Ő még itt 10, azt 6 éves, amikor, vagy 15 éves, és hát ő most ünnepelt nagy színésznő. Szóval, hogy szerintem egy csomó olyan figura van, egyébként ezt nagyon élveztem ebben a filmben, majd a Szabó Istvánéban, hm. hogy hát egy hihetetlen gyönyörű tablója a 2006-ban szolgáló magyar színművészeknek. Ó, oh, nagy neveket lehetne felsorolni. És nem csak magyar színművészeknek, igen, igen. hiszen Jirzsi Mencel, Szabó szerepel a és, és szerepel Oleg Tabakov. Igen. Akkor viszont megint egy érdekesség két összehasonlítva, el kéne dönteni, szerintem Moricnál el van, de az, hogy a polgármester vezeti a várost, vagy a takarékpénztár igazgatója vezeti. Mert a Vájjabá, Máriási vajjabá. Félexnél ez egyértelműen Kardics, a bankár, a Szabó Istvánnál pedig az Oleg Tabakovnak egy hatalmas egyet. jelenléte van. Egyet. A Sztálin nekem a jelenlétet. Rajnai Gábor, Mária, nem? Rajnai Gábor alakította, de az, az a polgármester alakítja, én ugyanúgy a bajszos figura, Aha. én ő nála éreztem, a Pécsi Sándor a Kardics, illetve Eperjes Károly, én őt második embernek éreztem mindkét filmben, mint figurát. Eperjes Károly egyértelműen másod vonalba hozza Kardicsot, azáltal is, hogy fiatal. De fölmerül a kérdés, egyrészt a politológiai kérdés, hogy a városnak van bankárja, vagy a bankárnak van városa. Valószínűleg inkább ez a második, uh -huh. Móricznál illetve hát, hogy, tehát, hogy magában a műben, mintha Kardics lenne az igazi pók, aki szövi a hálóját, még akkor is, hogyha, eh, ahogy Althusser írja az ideológiáról, az ideológia akkor igazán hatásos, hogyha észrevetetlen, láthatatlan, nem érzékelhető, természetesnek ható. Uh -huh. És Kardics ilyen. Képzeld el, sok évvel ezelőtt jártam, de tényleg ennek már 15 éve a Gödöllői csoda doktor volt. Nappal házi orvos volt, este meg magánpraxisban nyomta hajnali hároming. Egy elképesztő figura volt. És úgy ö, ültem ott, 4-5 órákat vártam sorba, hogy majd, ha, vagy, majd valahogy hazajutok és egy nagyon komoly menedzserrel bekéreckedtem az autójába, és jöttem haza, és hát döbbenetes volt, amiket mesélt, például hát megkérdeztem tőle, hát éppen akkor olvastam ezt a regint, hogy, hogy ők, ők szoktak-e, idáig eljutottunk, hogy hogyan kennek meg, hogyan hálóznak be valakit, hm. és arról beszélt, ami itt ebben a történetben zajlik, hogy tud meg, hogy mit szeret. Mire van igénye, ha esetleg még nem tudjuk, akkor, akkor csillancsunk fel valamit számára. Itt a villa az és akkor a villához kapcsolódó kölcsön, de ez lehet éppen egy, ha utazni szeretsz, akkor egy kiváló utazási ajánlatot adunk neked. Lányod úgy, tovább tanulhat. Így van, de csak nem, nem, nem nagyon, csak egy picit. Mondjuk százezerért beutazhatod velünk Franciaországot, kedvezményesen, stb., és már benne vagy a Slamastikában. Ha már beszervezés, akkor finom utalást hadd tegyünk Szabó Istvánra, tehát hogy vajon miért foglalkoztatja őt a mefisztói Alak, aki a náci hatalommal együttműködik, illetve miért foglalkoztatja őt, kopjás, aki belekerül egy rendszerbe és próbálja megtartani az integritását, de elbukik, nyilván ennek vannak a saját életére visszavezethető szálai is. Uh -huh. Végig zongoráznám veled, hogy milyen bűnök jelennek meg ebben a műben. Hazudozás, szélhámosság, színészkedés, olyan vicces, mondjuk Berci bácsi az szinte mindegyiket képviseli, hatalmaskodás, aztán hízelkedés, ott a talajos bácsi az elsőben nem jelenik meg, szerintem Szabó Istvánnál ott van, gátlástalanság, erőszakosság, aztán a felszínesség például a nőknél, amikor a bálban vagyunk, és mennyire semmikről tudnak milyen hülyén beszélgetni. Hát jobb, mint veszélyes, súlyos dolgokról. Most úgy festetted le, mintha ez maga lenne a pokol, de akkor ez a sátánisága ennek a rendszernek, hogy mindez iszonyú jó barátságosan, rokoni hangulatban van előadva. Gyönyörű tehát a... díszletek között. Igen, tehát a hazudozás is... sem ilyen primér hazudozás, hanem ilyen jól hangzó, már majdnem igaz az mondatok követik egymást. Énket itt van ez a Berci bácsi, aki végül is a, a tragédiát okozza, és megszeretjük a csávót. Nem? Ez a durva. A, talán magáról a rokonok dologról még nem beszéltünk, mert a rokonok is egy nagyon sok szerepű. Te ö, számon tartod a rokonaidat, a én, én, abban reménykedem, hogy az, amikor pozícióba kerülök, mondjuk kireveznének egy jó iskola valahol, a egy nagy egy percet, mulatást csapnál. Igen, de hogy nem hogy szemben, de, de hogy nem jön szembe Kardics bácsi, akivel kiderül, hogy édesanyánk ugyanabban a lengyel csátba százik, tehát tulajdonképpen unokatestvérek vagyunk. És a, a filmben ugye a Kardics az tíz éve nem is köszön neki, mert egy jelentéktelen csávó. Itt pedig De se perc nem. alatt kiderül, hogy egyenesági első számú unokatestvére a Kardics bács. De milyen érdekes az ellenzéki figura is, hogy nagyon hmm. idegenül reagál, mond neki dolgokat, és aztán amikor kiderül az rokonság, podolin felől, azt hiszem, akkor már ölelkezés követi ezt. És az ellenzékiséghez nem kell örökké ragaszkodni, valami ilyesmit mond. És az ember ezen gondolkodik, egyébként a két nő is. Rokon ugye unokatestvére egymásnak Lina egy és Léna. Így van, sőt, van egy gyönyörű jelenet Szabó Istvánnál, amikor egy képen van a két női arc, és kitöltik egymást, és egymás felé hajolnak, és akkor nekem még eszembe jutott, mondjuk az Én 20. századom című film, ahol ugyanazt, tehát egy nő kétféle alakban játszódik, Működjön, és itt szépen, is. Ez egy mondod, néz, és igen. akkor igazából a, az egy nő, az két nő, a két nő meg egy nő. <síthat> Pontosan így, ahogy mondod. És... Az is, tehát ezek a rokonok, ezek sokszor nem igazi rokonok, tehát vérszerinti, hanem hogy mind a kettőnknek az az érdeke, hogy kiderüljön, hogy valahol milyen mi is sógorok-rokonok vagyunk. Mm -hmm. És hát mi ez a rokonság igazából, ez akkor egy jogcím a részvételre. Még itt a bűnöknél folytatnám, távolságtartás és bizalmaskodás, tök érdekes például a megvárakoztatás. Ó, és akkor ezek a. De ez illik is, ha te vagy a hatalmasabb? Nekem, ami még eszembe jutott, és ezt személyesen is megtapasztaltam, hogy nem csak az veszélyes, amikor engem szídnak, hanem amikor dicsérnek. Mert ha ő XY engem Kardics bácsi megdicsér, Igen. akkor kialakul egy olyasmi, hogy én vágyom erre a dicséretre, Na, és legközelebb is erre fog gyúrni. Hát nekem ez a nyelvem az elismerő szavak. De akkor vigyázz, Aztán a kivagyiság, el. durvaság a cseléddel, ez itt kevésbé jön elő, ez inkább a regényben, és hát a visszaérések, a városi fa ügye az a Máriásiban egyáltalán nincs, az inkább... Szabó Istvánban megjelenik a városi fa ügye? Nem, talán Ott nem, a sem, inkább pedig a az bánya montos. meg a szín van igen, benne. Igen. Aztán van egy nagyon fontos témát, hát a mobilitás, társadalmi mobilitás, milyennek a lényege, amikor én feltörök, előrelépek, stb., és egyrészt már csak a helyszíne is, egyébként ismertem egy embert, aki, én aki mondjuk azt, hogy orvosi egyetemre bejutott és gyönyörűen elvégezte, Akkor de egy egyszerű voltam. családból származott. És egyszer kifakadva elmondta nekem, hogy bár csak maradtam volna a családom szintjén, mm. és mondjuk most inkább a non stopban dolgoznék, mert hogy hihetetlen belső konfliktust okozott az benne, hogy mondjuk nem tudja a bará, egyetemi barátait bemutatni a szüleinek és fordítva, mert szégyeli az otthonát, a szétrugott ajtót, meg az anyját, aki nem tudja, milyen állapotban van. És akkor ennek kapcsán a mobilitás helyszínei milyen gyönyörűen előjönnek a munkahely, ezzel járó jövedelem, a lakóhely, Sőt, a társkapcsolat. Sőt, is föl lehet kerülni, ha ügyes vagy parlamenti képviselőnek. Okay. Én még a nevetést dicsérném meg Szabó István filmjében, ez az egyik legzseniálisabb, miközben néztem a filmet, erőltetetnek láttam a színészek nevetését, és utólag jöttem rá, hogy igen, ezek erőltetett nevetések, nem a színészek miatt, hanem ezek az életben erőltetett nevetések, tehát másként nevet a hatalom embere, úgy nevet, hogy te összetoljad magad a gatyádban, és másként nevet a megfélemlített ember. Ugye bármi mókásnak szándékoltat mond a hatalomban lévő ember, neked illik nevetni, sőt, amikor vérik sértenek, akkor is, hogy hát igen, Lajos bátyám, igen, igen, uh -huh. így kell elállni. A film és a mű nagyon nagy tanulsága, amit nagyon sokan, hát van ez a híres mondás, hogy a stílus maga az ember. Ezt mi jól tudjuk, hogy ez nem igaz. De hogy a film <laughs> meg a mű, az meg nincs stílus, így van, de hogy ez a film, ez bemutatja, hogy a stílus önmagában még nem az ember. Jaj, de jól mondod. Az öngyilkosság egy nagy kérdés, ugyanis a Móricz regényben nyitva marad hogy sikerül-e, már hogy eltalálni magát sikerül, de hogy a halált okozni magának sikerül-e, és állítólag a filmben is nyitva maradna, de egyrészt szerintem a színdarabban egyáltalán nem marad nyitva, tehát ott már a, szinte a túlvilágban is látjuk kopjást, másrészt pedig semmi értelme ennek az egész történetnek, hogyha nem hal ténylegesen meg. Az adja a tragikumát. Az a tragikum, hogy még öngyilkosságra se képes. Jó, ezt tetszik, amit mondasz. Ugyanakkor e eszembe jut olasz barátom, aki azt mondta, hogy minden magyar film végén Igen. valaki felakasztja magát. Spoiler, lankasztás, lasztás, ennek a filmnek a végén is valaki szíven lövi magát. Mm -hmm. Hol kezdődik a korrupció, bár mondtad, hogy nem teljesen korrupció. Mikorra vágták kopjást zsebre? Na, nem jó. lehet, hogy már a Pesgőnél, hát amikor, amikor meg akar felelni? Ez, amikor elkezdődik, az biztos, hogy a végső döfést, azt hát ugye a lövés előtt viszik be, amikor rájön, hogy a boronkai villával őt részesévé tették a korrupciónak. Tehát ő, ő fogott ember lett, ahogy ma mondjuk. Uh -huh és hát ez buddhista szempontból is elemezhető mm. történet lenne, de szerintem nem szeretnéd elemezni. Ami bennem itt fölmerül, a korrupciónak a lényegéről is beszélhetnénk, tehát hogy van a megbízó, a nép, és van a képviselő, az ügynök. És én a hatalomban levő személy gyakorlatilag elárulom a képviselőmet, aki nem nagyon lát rá arra, hogy én mit teszek. Egy nagy pessimizmus van ebben a műben, tehát kikerülhetetlennek látja, a hatalommal végképp összefonódottnak látja a korrupció jelenségét. Azért Szabó István érzünk egy ilyet, hogy van benne egy jobbító szándék, egy terapeutikus Abszolút. szándék. Abszolút, Európába vezetni a magyar népet a filmen keresztül. Engem még Hanvas Béla ilag érdekelne, Hú. hogy mi a korrupció, ha tágabban vesszük, akkor az útról való letérést romlás, erkölcsi romlás, és akkor innentől kezdve viszont belenézhetünk a tükörbe, hogy mi mennyire vagyunk korruptak. Te a... mennyire vagy korrupt, Szabi? Én közepes alja. Uh -huh. Így, ahogy Ignótus Pál mondja a Horti rendszerről, nem öltek, loptak. Hát erre meg lehet egy spiró idézetet is mondani a fogságból, hogy jegyez meg Gaius, ahol nem lehet lopni, ott nem is épül semmi. <laughs> Móri Zsigmond, Rokonok, Máriási Félix 1954, Szabó István 2006. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagypál Alászolgája Szabolcs vagyok. Én Szőnyi László Gyula vagyok. A László ugyanazt jelenti. <laughs>